Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Még 50 konferencián. Az én nevem Csaba Ders, építész urbanista vagyok. Én a Magyar Urbanisztikai Társaságnak a elnökségi tagja vagyok. Ezt a programot két szervezet szervezi. Az egyik a Kortárs Építészeti Központ, akinek a képviseletében Szemrényi Samu lesz a moderátortársam, illetve a Magyar Urbanisztikai Társaság. Azon gondolkoztam, hogy talán úgy érdemes kezdeni ezt a mai napot, hogy megválaszoljuk azt, hogy miért is vagyunk itt, és hogy is jött létre ez a konferencia. Talán mindannyian tudjátok, hogy 2016-ban 50 éves volt a MUT. Ez egy nagyon szép jubileumi szám. Szerettük volna megünnepelni ezt az 50 évet, és már készül is az elmúlt 50 évről a kiadványunk. Ha jól tudom, akkor már nyomdakész állapotban van. De arra gondoltunk, hogy nem csak a múltról kellene beszélni, pláne hogyha az ember egy tervező szervezetnek vagy civil szervezetnek a tagja, hanem jó lenne egy picit a jövőről gondolkozni. Egy picit föl kéne vázoljuk azt, hogy mi lehet a MUT-nak a szerepe az elkövetkezendő 50 évben. Ez nem egy egyszerű feladat, és több kérdésen keresztül lehet talán ezt a problémát közelíteni. Az egyik ilyen fontos kérdés, hogy megértsük azt, hogy vajon mi is ez a kontextus, amiben most a MUT van, mi is lehet az a kontextus, ami az elkövetkezendő 50 évet meg fogja határozni, hogy Alvin Toffler szavaival éljek, mi is ez a harmadik hullám, amiben mi benne vagyunk, mi az az információs forradalom, ami az ipari forradalom után meg fogja határozni azt a közeget, amiben a városaink élnek. Mi az a technológiai kontextus, az a dinamikusan változó technológiai kontextus, amiben élünk? Mi az az ipari forradalom után, az ipari forradalomnak a extenzív energia és természeti erőforrás felhasználása után az a környezettudatos, környezet erőforrásaival tudatosan gazdálkodó világ, amiben a városainknak élnie kellene? Mik lehetnek azok a forgatókönyvek, amik ebből a kontextusból kijönnek, és mi lehet, a végén elérkezhetünk arra a kérdésre, vagy elérkezhetünk ahhoz a kérdéshez, hogy mi lehet a MUT-nak a szerepe ezekben a forgatókönyvekben. De nem csak erről kell gondolkoznunk, hanem ez az 50 év egy picit önreflexióra is kell, hogy sarkoljon minket. Nyilván az első kérdés talán az, hogy ha nem is látjuk pontosan ezt az 50 évet, és ha nem is tudjuk megjósolni pontosan ezt, hogy mit történik 50 év múlva, de mégis tudunk-e hiteles állításokat tenni arról, hogy milyen is lesz ez a jövő. Egyáltalán milyen módszerekkel, milyen tervezési módszerekkel kellene ezt közelíteni, hogyan tudunk hiteles állításokat tenni, és a végén talán azzal is érdemes egy picit foglalkozni, hogy vajon a társadalomban, vajon a döntéshozók fejében ez a hosszú távú gondolkodás, ez vajon legitim dolog-e? Azt szoktam mondani, hogy ugye, aki a lába ellen néz, az nem tudja, hogy merre megy. Aki pedig csak a horizontot nézi, az pedig elbotlik az első kőben. Tehát, hogy valamilyen módon jó lenne, hogyha egy picit pozícionálnánk a hosszú távú gondolkodás szerepét, és megpróbáljuk a MUT 50 éves időszakát kihasználni erre a szerepre. Megkérném Samut, hogy akkor mondja el, hogy hogyan fog ez a mai estén, vagy a mai napon történni. Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a Kortárs Építészeti Központ nevében is, illetve a Lechner Tudás Központ nevében is, amit szintén itt képviselek, mint a Lechnernek a vezető szakértője. És azt gondolom, hogy ez a mai nap nem csak azért nagyon fontos, mert hogy egy jubileumi alkalomról van szó, és a Ders által felvetett témákról egy szervezet múltját, illetve tervezett jövőjét áttekintve lehet beszélni, hanem azért is, mert általánosságban nagyon ritka az olyan helyzet, amikor a tervező szakmának lehetősége van arra, vagy alkalmat teremt saját magának arra, hogy ilyen léptékben és ilyen szabadsággal tudjon gondolkodni arról a jövőről, ami előttünk áll.
Ugye szakemberekként ugye a gyakorlatban nagyon gyakran a közeljövőre kell fókuszálnunk, vagy a jelenre, amikor tervezési feladatokkal találkozunk, amikor pedig ugye mondjuk egymás között vagyunk, akkor szokás hosszabb távú víziókról beszélni, de nagyon ritka az a helyzet, amikor ezt a kettőt össze lehet egymással kapcsolni, és még ritkább az, amikor ennek az eredményei szélesebb körben is megoszthatók. Amikor ennek a konferenciának a tematikáját néhány barátomnak elküldtem, köztük filozófusoknak, irodalmároknak, informatikusoknak és olyanoknak, akik egyébként nem tervezéssel foglalkoznak, akkor azt a választ kaptam szinte minden irányban, hogy miért nincs ilyen sokkal gyakrabban, és miért nem lehet erről sokkal többet tudni. Ugyanis a mai napon meg fogjuk nézni azt, hogy milyen lehetséges jövőképek vannak Magyarország a Kárpát-medence előtt a következő 50 évben, hogyan tudjuk elképzelni adatok alapján azt, ami vár ránk a következő évtizedekben. Ez egy olyan téma, ami nem csak szakemberek, hanem a legszélesebb nyilvánosság számára is hallatlan, izgalmas és inspiráló lehet. Ugye nem csak a tervezők, várostervezők és építészek számára lehet érdekes az, hogy hogyan lehet felkészülni eszközökkel, gondolkodással, kommunikációval a jövőre, és hogyan fogunk itt együtt élni a következő évtizedekben. Úgyhogy a mai napnak ez lesz a fő témája. Három szekcióban fogunk erről beszélni a bevezetés után, ahol a konferenciának a védnökei, illetve a legfontosabb szakmai szereplők köszöntői után. Először ugye az információról elnevezett szekció fog délig, az ebédig tartani, ahol azt a kontextust, azt a közeget fogjuk körüljárni öt előadással, ami az 50 év múlva lehetséges jövőképek, illetve azokig való eljutásról szól. Mit tudunk? Mik azok a módszerek, mik azok az adatok, amiknek a birtokában vagyunk jelenleg, amik alapján lehet egyáltalán gondolkodni reálisan, vagy spekulálni, de reálisan, reális alapokon arról, ami vár ránk a következő évtizedekben, és ez milyen feladatokat támaszt a szakma, vagy általánosságban az itt élők számára. Ennek a szekcióknak a keretében 10 perces előadásokra kértünk fel mindenkit, 5 előadás fog elhangzani. Igyekezzük ezeket feszesen tartani azért, hogy az előadások után nyíljon lehetőség kérdésekre. Úgyhogy már most biztatom a közönséget, hogy készüljön kérdésekkel. Igyekszünk minden prezentáció végén legalább 2 kérdésnek teret adni. Majd egy ebédszünet után a délutáni szekció az intézmények címet viseli, és ennek megfelelően azzal fogunk a délutáni előadások keretében foglalkozni, hogy azok a tervezéssel, szabályozással foglalkozó intézmények, vagy egyáltalán a fejlesztéssel foglalkozó intézmények, akik működnek Magyarországon, de tágabb környezetben, az Európai Unióban is, hogyan tudnak reagálni azokra a kihívásokra, amiket délelőtt fel fogunk térképezni. Tehát azok, amik várhatók, mind a módszertanok, mind az adatgyűjtés, mind pedig mondjuk az éghajlatváltozás kapcsán, ezekre hogyan tudnak az egyes intézmények felkészülni. Intézményi válaszokat és kérdésfelvetéseket fogunk hallani. Itt is 5 előadás fog elhangzani, szintén 10 percben. És szintén szeretnék mindenkit biztatni arra, hogy kérdezzen, igyekszük ennek a lehetőségeit megteremteni. Majd egy délutáni kávészünet után a nap harmadik szekciójában egy közvetlen interaktív beszélgetés lesz, ahol hazai szakmai szereplők segítségével 6 kérdés körül járva fogjuk tárgyalni azt, hogy mi várható, és ennek ugye a tudás az intézmények után mi az, ami ennek a társadalmi reakcióról, társadalmi vonatkozásairól tudható, hogyan csapódik le ez majd szélesebb körben, mit lehet ma erről tudni, és mit érdemes megtervezni a jövőre. Úgyhogy ez a mai napnak a programja, én nagyon nagy izgalommal várom, remélem, hogy önök is annyira élvezni fogják, amennyire mi ezt szeretnénk.